Lukács evangéliuma utolsó fejezetéhez érkeztünk, de gyönyörű fejezethez, hiszen a feltámadás örömüzenetét hordozza. Olvasom az első 8 verset. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavára. Húsvét hajnalban mennek az asszonyok az illatszerekkel a sírhoz. Felesleges volt ez a sietség? Hát az illatszerekről kiderül, hogy felesleges. De a sietség nem volt felesleges. Kora hajnalban minél hamarabb megtudják a jó hírt, hogy Jézus feltámadt. Itt a bebalzsamozásnál még álljunk meg egy pillanatra, hogy az ember a halállal szemben tulajdonképpen ennyit tud tenni, hogy egy kicsit késlelteti a test bomlását, de semmi mást. És az asszonyok, mikor tanácstalanok, mert ott van a nyitott sír, elhengerítve a kő, nyilván Jézus feltámadásának nem ez volt a feltétel, hogy a kő ne legyen a síron. Az Isten hatalma őt föltámasztotta, és az elhengerített kő arra volt jó, hogy ők bemehettek, de nem találták Jézus testét. És akkor két küldött, két angyal, két fehér ruhába öltözött, szól nekik, hogy mit keresitek az élőt a holtak között. Nincs itt, hát föltámadt. Nem emlékeztek, mit mondott? Az ember fiának szenvednie kell, megvettetnie, keresztre feszítetnie, és harmadnapon feltámadnia. Óriási öröm, hatalmas hír, most megértik. Amikor Jézus ezt elmondta többször is, igaz, a tanítványainak, úgy olvassuk, lehet, hogy nem csak ő nekik, vagy ők továbbadták másoknak is, de azt olvastuk, hogy elrejtetett a szemük elől. És most ők is, mint egy föltámadnak az értetlenségből a hitre, a fölismerésre, összeáll a kép előttük. Isten megnyitja az értelmüket. Mikor a húsvéti örömről szólok, eszembe jut 1970 húsvétja. Fóton voltam segédlelkész. A kollégiumban laktam még, mert utolsó éves teológusként szolgáltam én akkor kihelyezett segédlelkészként, és a húsvét ünnepét a gondnok úrék vendéglátásában töltöttem. És másodnap reggel, amikor készültem izgalommal a szolgálatra, ismételtem át az ige hirdetést, berobbant a szomszédból Kati, az ifis leány, aki ugye
abban az ifibe járt, ahol én is otthon voltam, és nem tudta megállni, hogy meg ne kérdezze tőlem, hogy Tamás, és te hiszed azt, amit mondasz? És azt mondtam neki, hogy Kati, hát hogy gondolod, hogy én hirdetném, hogyha nem hinném? Persze, hogy hiszem. És olyan jó, hogy azóta már Kati, igaz, hogy Amerikában él, de ő is hiszi, mert közben az Isten megajándékozta azzal, amivel ezeket az asszonyokat, meg engem, meg téged, meg olyan sokakat, hogy megnyitotta a szemünket, és hisszük már, hogy Jézus feltámadt és él.